Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Sziasztok! Izgalmas lesz ez a mai, végre a Kultusz blokkal foglalkozunk. Nagyon régóta készülünk már befejezni végre ezt az autót, izgatottan várjuk mindannyian, hogy milyen lesz. Olivier nagyon szeretné már kipróbálni, hogy végre a Justy komolyabb változatával mehessen. Ugye ehhez csak annyi van hátra, hogy a blokkot be kell fejezni, betenni az autóba, ugye, hogyha bent van, akkor még a coolerezéssel kell foglalkozni, illetve már eredetileg Maxecu-val jött, szóval a kábelezése minden kész van, viszont jelentős átalakítások történtek a motorba, így az első indítás a Hub Dynónál lesz, hogy minden problémamentesen történjen. Szóval a mai részben a blokkot fogom összerakni, illetve nem a blokkot, bocsánat, a blokk az már össze van fűzve, szóval ennyivel könnyebb lesz a dolgom most, mint amikor a Justynak a motorját csináltam, szóval a motort össze kell raknom. El van takarítva már a blokk, és akkor először felrakom rá az apróságokat, amit még itt kint meg kell csinálni. Szép új gyári tömítések, itt van a tuningolt olajpumpánk, ami ugye már a Justy-ban működni látszik, ugye ez Ákostól jött megnövelt olajnyomással, meg olajszállítással operálunk így ezzel, hogy ne legyen probléma, és ezzel sosem volt, ezért biztos, hogy itt is jól fog működni. Remélhetőleg a videó végére eljutunk oda, hogy jár az autó, és minden tökéletes. Innen indulunk, remélhetőleg hamarosan egy működő autónk lesz. Itt vannak a gyári tömítések mind az olajpumpához, mind a vízpumpához. Paszta nélkül fogom őket összerakni, és egyetlen dologra kell figyelni, hogy tiszta és zsírmentes legyen minden, illetve mivel ugye papírtömítések ezek, nagyon könnyű elszakítani őket, ezért kifejezetten gondosan kell föltenni őket. Fönt is vannak a helyükön. Beszórom még a csavarokat, és akkor igazából meg is vagyunk ezzel. Itt alul a két brezon pozícionálta, meg nyilván ugye az olajpumpának a hajtását azt oda kellett mozdítani, ahol a főtenge is van. A túloldalra kell még betenni ezt a főtengely szimmeringet, de azt csak akkor fogom tudni megtenni, hogyha a motorállványról lejött a blokk. Hogyha nem szeretnél ilyen szívással, azaz motorcserével kezdeni autóvásárlás után, akkor érdemes kárvertikálon lekérdezni az autódat. Nézzünk is meg egy mintajelentést. Itt van egy nagyon szép Suzuki Ignis, egy gyönyörű ezüst színű. Kettő darab probléma van vele, a kilométer számláló volt tekerve. Nézzük is, hogy ez hogy néz ki. 2008-ban volt benne 105 ezer kilométer, majd 2013-ban érdekes módon 63 ezer sikerült az autóba. Utána növekedett szépen-szépen, tulajdonképpen ezzel ennyi is a történet, illetve egy alkalommal volt sérült az autó, amiről van itt szó, ez 104 ezer forintos becsült javítási költséggel, kép nincsen és egyéb információ erről, ez is egyébként 2008-ban történt. Ezen kívül itt vannak az autó alapadatai, illetve bejegyzések, regisztrálták az autót, műszaki vizsgára, aztán pedig több alkalommal eladásra bocsátották. Ha szeretnéd te is lekérdezni az autódat, akkor a Check Engine kuponkóddal 20% kedvezményt kapsz, és ha nem vagy elégedett a szolgáltatással, akkor pedig visszakapod a pénzt. Roland közben itt a másik oldalt zajong egy kicsit, szóval lehet, hogy kevésbé lesz a hallható, de jó barátomat az internetes segítségül hívtam, és keresem ezeket a bizonyos nyomatékokat. Itt is van az olajpumpa a blokkhoz, 9/12 Nm, és egyébként ugyanennyi az olajteknőnek a lehúzási nyomatéka is. Az olajleengedő csavar pedig 30-40 Nm közé írja. Az álmos könyv szerint ez nem jó, mert az a csavar ott megforgott bent a helyén. Lehet, hogy rövid oda, mindjárt keresünk egy hosszabbat és megpróbáljuk azzal, mert ez kevésbé szimpatikus, pont az ott nem tart. Puskáztam egy kicsit egy másik blokkról, és meg is találtam a tökéletes hosszúságú csavart, így egyből megszűnt a probléma.
tud belőle húzni nyomatékra mindent, és akkor ezzel kész is van az olaj, illetve a vízpumpa felrakása. Leszedem a blokkot erről a kis állványról, feldobom a másik felére is ezt a szimmeringet, és mehet be az autóba tulajdonképpen. Fölteszem az olajteknőt, viszont az nem lesz még végleges, mert ugye eddig szívókonfigban üzemelt a motor. Annyi átalakítást még meg kell tenni, hogy a turbóból az olaj visszafolyót bele kell fúrni, illetve a csatlakozót betenni az olajteknőbe, de ezt csak akkor fogom megtenni, hogyha a helyén van a motor, rajta van a leömlő, hogy lássuk, hogy a turbó az pontosan hol helyezkedik el. Ja, most a torós váltó az bent van a Justiban is, éppen működik és jól működik. Azt leszámítva, hogy egy nincsen fék, meg kéne cserélni egy hátsó csonkálványt, mert az agy részni, ugye már ki van szoposodva, de erről sokat beszéltünk már. Szóval abban van a tolós váltó, és hogy ne kelljen sokat szenvedni, ezért a speres váltót tesszük be most ebbe is az ehhez tartozó kuplungot, de biztos vagyok benne egyébként, hogyha beindul az autó és Oliver megy vele egy kört, akkor viszonylag rövid időn belül el fogunk jutni oda, hogy akkor át kéne tenni a tolós váltót a kultuszba, mert hát ugye ez eredetileg is hozzá tartozik, illetve a kultuszhoz jár alapvetően. Szépen elő vannak készítve a csavarok, és ugye nagyon fontos az ilyen furatoknál, ami egy zsebes furat, hogy mindig ki kell takarítani a nyílásokat, mielőtt betesszük a csavart, mert hogyha oda valamilyen folyadékot beszorul, akkor abból lehetnek problémák, simán vissza tud lazulni emiatt a csavar. És központosító szerszámnak csak, hogy biztosan ne legyen tévedés, így szétszedett váltót, illetve egy nyeles tengelyt használunk, hogyha ezzel központosra van szerelve, akkor biztos, hogy nem lesz hiba a dolgokkal. Na, szép dolog, hogy felillesztettem ezt ide a helyére, már csak a csavarok hiányoznak, gyorsan megkeresem őket. Jó, hogy most szedtem ki, és az orrom előtt volt, de nem ez a lényeg. Na, ezt nyilván nem 80 newtonnal fogjuk lehúzni, szóval gyorsan állítok a gépen egy picikét, sőt itt van ilyen quick mode 25 newton, abból még egy kicsit lejjebb veszünk, mert ehhez csak 20 newton méter kell nekünk. Ugye a már előkészített, lefényezett olajteknő itt pakolászva lett jobbra-balra az elmúlt jó pár hónapban, és egy pici sérülés volt rajta, ezért kénytelen voltam rájavítani egy kicsit, és még a száradás az folyamatban van. Alapvetően nem igazán látni, hogy hol volt a javítás, de nyilván ez is volt a cél. De úgy látom, hogy itt a nap megteszi a hatását, és tulajdonképpen mindjárt fölcsavarozható lesz. Aztán Roland segít, összedobjuk a váltót, és mehet be az autóba. Nagy lendülettel ugye rakom föl szépen az olajteknőt, és így valami gyanús volt egy picit, hogy mintha hiányozna. Hát azért, mert valami hiányzott is, ilyen furán egysíkú volt a blokk alja, gyorsan bepattintottam, még ugye itt szívja az olajat. És közben néztem, hogy itt egy csavar bele van törve, nem is értem, hogy oda, hogy sikerült beletörni egy csavart. Lényeg az, hogy gyorsan azt kiszedem, és akkor utána megy föl az olajteknő végre. Viszonylag fontos volt, hogy sok fémreszelék ne a blokkba jusson be, szóval igyekeztem kimaszkolni, és nem mondom, hogy gyönyörűen egyenesen, de lényeg az, hogy sikerült kiszedni ezt a nagyon szép beletört csavart, szóval hál' Istennek sikeresnek mondható ez is. Haladunk tovább. A jó központosítás meghozta az eredményét, pikpak összecsúszott nagyon szépen a váltó és a blokk. Szépen gurítható ezen a kis kocsikán, amit
így improvizáltam neki. Megkeresem az összes csavart, mert ez mindig szívás egyébként, hogy a váltó és a blokk összecsavarásához össze-vissza vannak a csavarok, és tulajdonképpen egyszer se volt még, hogy jó lett volna, most jó. Most okos voltál? Nem. Annak kart, nem voltál okos? Nem, de okos vagyok, csak az a, itt hátul a rögzítés, meg ugye ide jönnek föl a féltengelyt tartja, meg a kettőt itt összefogatja, annak ugye össze-vissza vannak a csavarok, és azt mindig egy kartonlapba beszurkálom, hogy hogy vannak, megjelölve, mert nem egyforma hosszúak, és akkor hogy itt melyik hogy jön. Viszont ez nem a váltó, és már annyira rég lett szétszedve, meg ugye össze-vissza volt pakolgatva a váltó, hogy lehet, hogy a váltónak a csavarjai ott vannak a Justiban, és akkor azt fogja össze. Szóval szívás mindig ezeket keresgélni. Felöltöztettem a blokkot a sallangokkal, meg amit tudtam, rátettem így kívül. És mondtam volna reflexből, hogy most jön, ami még nem volt, hogy végre bekerül a szíve az autóba, de ugye az ATF-re, amikor mentünk, akkor csak így mutató jelleggel betettük az autóba. Viszont most már remélhetőleg a végleges helyét foglalja el az autóba. Végre bent van a helyén, még kettő csavart meg kell keresni, mert elfelejtettem előkészíteni mindent, de nem mondom, hogy így egyedül egyszerű volt, de azért csak bekerült a helyére. Itt van Ákos, nem is értem, hogy miért, de mondta, hogy szeretne itt lenni, mikor a hengerfejet teszem föl, meg a vezérést állítom. De amikor beszéltünk pár hónappal ezelőtt. Jó, de csak kedvességből mondtam, bazzeg, nem hiszem. De én örülök neki, hogy itt van, mert legalább megint tanulhatok valamit. Ha hibázunk, nem te hibázol ennyi. De így is az én felelősségem lesz, de tök mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy tanulhatok ma is valamit. Szóval itt van ez a fantasztikus lubrikáció, amit az ARP csavarokhoz adnak, hogy ugye kifújtuk itt is, hogy korábban mondtam a videóban, hogy az ilyen zsákfuratokat mindig nagyon jól ki kell takarítani, hogy ne legyen benne semmiféle kosz. Ó, de miért? Azt elmondod, hogy miért? Hát, hogy ne lazuljon vissza a csavar, én legalábbis. Tényleg? Nem. Hát meg azért mondjuk, hogy be tud tekerni a csavart. Mert ugye... Mert a levegőt is, hogyha beszorítod, azért még azt mondom, oké, de hogyha van mondjuk egy pici olaj, vagy víz. Vagy bármi egyéb kosz. Igen, és mondjuk lehúzod nagyon nagy erővel a picit már megnyúlt csavart mondjuk, mert használt csavarokat raksz vissza, akkor egy ilyen alumínium blokkot hajlamos megrepeszteni. Szétrepeszteni, ja. Tudom én. Meg hát ez egy ilyen igényességi dolog, de nagyon sokszor láttam már olyat, amikor nincs kifújkálva, és... Hát megreped a blokk mondjuk egy Ulisszébe vagy... Na látjátok, ezért mondtam, hogy jó, hogy itt van Ákos, már ma is tanultunk valamit. Mindig mondjátok, hogy nem értek hozzá, de én soha nem mondtam, hogy értek hozzá, csak figyelem, hogy Ákos mit csinál. Én sem mondtam, hogy értek hozzá, csak szóval az emberek mondják azt, hogy értek hozzá. Próbálkoztunk már többször ugye ezzel a rész tömítéssel, és eddig sose volt sikeres, viszont most egyrészt minden szépen síkolva van, most a blokk hengerfej is frissen jött a gépműhelyből, és ezt a tömítő pasztát ráfújjuk rá, a tömítésre, és akkor majd azt várjuk attól, hogy nagyon jó lesz. Ugye a tömítésre fújjuk, hogy a blokkba meg a hengerfejbe véletlen sem menjen olyan helyre, ahol nem szabad, vagy ahova nem szabad jutnia. Tök jó néz ki. Szerintem jó lesz. Hengerfej az el van takarítva teljesen, meg ki van fújkálva, meg mit tudom én. Úgyhogy azt is csak így megfújjuk és ráejtjük. Minden előkészületet megtettünk. Minden szükséges előkészületet. Most ezt gondolom. Na. Brezolok meg minden. Rá is ült. Aha, szépen. Hibátlan. Most jönnek a bűvös alátétek. Amivel még sose volt probléma. Igen, amivel sose volt probléma. Meg a bűvös csavarok, amikkel szintén. Menjek fontos azért, hogy a... Igen. Fontos, hogy a csavar alját megkenjük. És az alátétet is? Igen, mivel hogyha lehúzod, akkor ne arra menjen el a nyomatékunk, hogy az alátét meg a csavar összeér. És súrlódik egymással. Súrlódik, hanem azt engedjük el. Na és ugye fontos, ami igen, a Justy összerakásnál is, nem neked mondom, mert te tudod, csak aki esetleg kíváncsi rá. Ezek után mindenki turbo Suzuki-t fogja. Igen. 50 ezerből.
annyiból megvan, hogy ugye három lépcsőben, a gyári specifikáció alapján is három lépcső, csak ugye az utolsó nyomaték itt valamivel magasabb, mint a... Hát a gyári lépcsőben az 55 az a második lépcső. De ott valami 80 vagy mennyi, nem? 85 a... 85, 88, ja, valami ilyesmi, de mi 95%-ra fogjuk, mert... Ugye nem a gyári csavarok vannak, és ennek ez az egyik oka, hogy igen, nagyobb nyomatékkal tudjuk lehúzni, nem is tömítéssel. Igen. És ugye az is fontos, hogy milyen sorrendben halad a csavaroknál. Persze, mi csigába haladunk. Mert ez egy turbós autó, és van rajta egy csiga. Sikerült lehúzni az összes csavart, és egyik se szakadt bele, meg ilyesmi, szóval azért mondhatjuk, hogy egyelőre sikeres a dolog. Ja, most már meglátjuk, hogy fog tömíteni egy rézlap, egy kis ragasztóval. Jó lesz. Biztos, persze jó lesz, mert jó szokott lenni, tehát nincs az a probléma. Csak mikor nem jó, akkor nem jó. A Justin próbáltam, csak ott ugye nem volt síkba. Nem volt síkba semmi. Igen, ott az nem sokat segített rajta, meg ott semmilyen tömítést nem használtam hozzá, szóval ott az hát is. Csak így lehetetted a részt? Résztet. Mindegy, erről ne beszéljünk inkább. Na, lényegtelen, úgy, minden nap tanulunk újat, úgyhogy ennyi. Ma mit tanultunk? Hát ma semmit. Jó, most már csak össze kell rakni a vezérést. Ami furcsa számomra az az, hogy elvileg így van jelen, de én nagyon nem úgy látom, mert akkor van jelen felsorolt pontban, hogyha ez erre fele néz, az pedig arra fele. De nagyon nem úgy vagyunk. Hát de ugye ez egy ilyen utólagos okoskerék, amin a jelölés az nekem igen, nem tűnik gyárinak. Nagyon tetszik. Meg örülök is neki, de egyébként itt a jelölés, nézd, ezen a jelen kell összetegyük, aha, tehát a gyári jelen kell összerakjuk. És akkor jó is lesz. Hát remélhetően. Mindjárt megnézzük, hogy van a 17, itt van. Tehát így vagyunk jelen, látod? Aha, az a keréknek magának a igen, jelölése. Szerintem ezen csak fokoltak, vagy nem tudom, valami. Érdekes. Valamire használtak, de most vagyunk jelen. Na, kell itt lazítani, mert ezért mondtam, hogy a Continental Sziát nem veszünk GT Suzuki-ra, mert hogyha a legkisebb feszítőgörgővel is használod, és teljesen meg van lazítva, akkor is nagyon feszes. Aha. És a Deco Szia az ezért jó, mert a Deco Sziát azt így most is fölpattintod, picit meghúzod és kész. A turbónak egyenlőre ez nem a végleges fölrakása, ezért nem szenvedek az összes csavar meghúzásával, meg tömítés nélkül raktam össze. Most a legfontosabb az, hogy a coolernek a pozícióját meg tudjuk határozni, és holnapra jön meg egyébként a tömítés után lehet véglegesre csavarozni a turbót. Ugye megvan már innen a downpipe, ami összeköti a kipufogó rendszerrel a turbót, és egyrészt, ami meg kell csinálni még az itt ugye a coolerrel. Eddig nem tudtuk, hogy pontosan mekkora cooler féleli, de azt majd ide kell bevarázsolni valahogy, az ott jön, és ugye így fogunk körbejönni a szívósor átletével erre felé a pillangószelep. És a másik pedig, hogy levegőt nyilván nem onnan fogja szívni lentről, és hát itt túl sok helyünk nincsen, arra gondoltunk, hogy majd ide hozzuk föl a légszűrőt. Még az is egy érdekes kör lesz, hogy itt tulajdonképpen a vezérlés mellett kell valahogy elhozni, ez itt lesz. Hát sok helyünk nincsen dolgozni, az egészen biztos, de valahol itt kell felhoznunk. És akkor valószínűleg itt valahogy le lesz falazva, majd legalább egy lemezzel leválasztva, és egyelőre az a terv, hogy ide a géptetőre egy ilyen beszívó légna. Beszélni se tudok már. Szóval egy ilyen légbeömlőt teszünk ide, az egyelőre a terv, de úgyis az majd csak, hogyha véglegesen van minden, akkor fog következni. Ugye nagy különbség a Justy és a Cultus között, hogy itt a hűtő az elő maradt a motortérbe. Nyilván lett fejlesztve rajta, azért ez egy jelentősen combosabb kis hűtő, mint az eredeti, hát az tulajdonképpen már a szívómotort se tudta volna ellátni, nemhogy így a turbóval megfújva.
Kíváncsi vagyok, vagy kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy ez fogja elbírni, vagy kell még további fejlesztéseket eszközölni rajta. De ugye ezt is ide kell tenni, hogy megkapjuk a teljes képet, hogy hol van helyünk a coolerezésnek a csövét elvinni. Tegnap este felraktam kipufogót is, illetve megpróbáltam felrakni kipufogót is a turbóra, hogy ez a része teljes legyen az autónak. És ahogy látjátok, ugye túl sok helyünk semmivel nincsen, és éppen hogy ott elférünk, de nem figyeltünk oda, és a lambda szondának a kiállása az konkrétan ide pont beleütközött, szóval úgy, hogy nem volt benne a lambda szonda, úgy is beleért a hűtőbe, és akkor egy kicsit át kellett ezt tenni, egy, ez a picike igazítás történt a kipufogón, de tegnap este elvittem, Csaba megcsinálta gyorsan, és akkor ma már el is tudtam hozni. És ezen kívül ugye, ami még nagy hiányosság volt, eddig nem volt meg a coolerünk, mert nem volt meg pontosan a méret, hogy mi fér el. Ez egy 470x180-as vagy 170-es cooler. Ennél nagyobb sajnos nem fér el, így is tulajdonképpen, ugye, hogy itt még variálni fogok vele, vagy megnézem, hogy a legjobb lehet, hogy ezt lehajtom, és akkor úgy alul fogok rákanyarodni a coolerre, és akkor itt ezen a felén szintén irgalmatlanul szűk, lehet, hogy itt a lámpát ki kell majd szedni, hogy be tudjunk fordulni, ugye itt jövünk föl, és akkor a pillangóra csatlakozunk rá. Szóval most, hogy végre megvan a cooler, ezzel is tudok foglalkozni, hogy meglegyen a végleges helye. És még ami hátra van, az a légszűrő, ugye mondtam már, hogy onnan föl fogunk jönni, igazából egyelőre első kör a programozáshoz csak ide betesszük, és akkor majd később fogjuk leválasztani, hogy minél kevesebbet szívjon a meleg levegőből. Egyelőre úgy néz ki, hogy viszonylag könnyedén megoldódott a probléma, az, hogy ezzel lejjebb tudtunk jönni viszonylag jelentősen, egyrészt nagyobb felület lóg ki, valamit majd itt biztos, hogy kell csinálni, kifúrni, hogy kapjon levegőt, mert tulajdonképpen a cooler fele az most teljesen haszontalan így ebben a formájában. Nem kap levegőt, illetve szemből azért nem lesz a legesztétikusabb dolog, mert látható lesz, hogy nincsen középen, de hát sajnos ezzel ugye nem tudunk mit tenni. Ebbe a pozícióba adja ki, szóval majd megszokja a szem, meg amúgy is a hűtő is féloldalas, szóval ebbe belehalni nem fogunk. És akkor ezen kívül meg vágni más nem nagyon kell. Lehet, hogy itt a lámpa alatt el tudunk jönni, hogyha mégis meg akarjuk tartani a lámpát, vagy hogyha nem bonyolítjuk, akkor pedig majd jövünk itt és kész. Felöltöztettem tulajdonképpen a turbót, itt ezt a V-bandos adaptert rácsavaroztam a tömítéssel, meg a visszafolyónak is az adaptert, ezt egy gyönyörű színes iron fittinggel fogom megcsinálni. Viszonylag rövid úton megy, meg ugye nyomás sincsen benne, ez csak a visszafolyó ág. Majd a csövet méretre kell vágni. És akkor fölül pedig itt van a bejövő olaj, az is szintén iron fittingekkel lesz megcsinálva, de ezt meg kell még keresnem. És ugye kettő dolog, egyrészt a töltött levegő, ide kell egy tömítést csinálnom még itt az adapter meg a turbó közé, illetve ugyanígy a levegőszűrő, szóval mind a kettő az egy-egy tömítés, meg gyorsan lesablonozom ezt, és akkor kivágom a tömítést. Viktor Reinz tömítéslap, ugye, amiből tulajdonképpen magadnak tudsz kivágni bármilyen formára, ebből fogom megcsinálni a turbóra is, illetve mivel az ógyűrű nem lett bele szergálva a hívósornál a pillangó talpában, meg ugye itt sincs meg a hely a pillangónak, itt így is ilyen tömítéssel lesz összerakva. Egész gyárias kinézete lett ennek a jópofa kis tömítésnek. Azért is jó ez, mert tök jól passzol a méret, szóval tudom használni ezt sablonnak, hogy a
szívósorra bejelöljem és kifúrjam a felfogadási pontokat. Ugye alumínium, hál' Istennek a szívósor, így a talp is, ezért könnyű volt mind menetet fúrni bele, mind menetet vágni. Kisebb furattal csináltam végül, és van is csavarom, meg így van helye kimozogni a tökéletlenségeket, hogyha esetleg nem sikerült jól. Ugye nem volt túl sok lehetőség, mert nagyon közel vagyunk így is a hegesztéshez, sőt tulajdonképpen a hegesztésen keresztül fúrtam. Betettem a helyére, és bár nem áll egyenesen, de sajnos ugye nem is igazán volt lehetőség, ez bízom benne, hogy Oliver sem fogja túl nagy tragédiaként megélni, de itt lesz a helyünk, és tulajdonképpen egyszerűen a coolerhez eljövünk, és így zárul is a kör. Van 4 darab szép, frissen bemért és takarított injektorunk, ugye más injektor kell a nagyobb üzemanyagigény miatt így a turbós motorhoz. Újak rajta itt fönt a tömítések, meg a hengerfejbe ezek a gumik is, szóval minden újra van benne cserélve. Fölrakom az üzemanyaghidat, és akkor megy végre a helyére a szívósor is. Picikét kaotikus a helyzet, és itt a nagy kapkodásban nem a videózás volt az első dolog. Hogy látjátok, haladtam, de nem feltétlenül jó irányba. Most a lökhárítótól megszabadultunk, hogy a cooler a helyére kerüljön, még egy pici finomítás lesz, de pozíció az végleges. Az van, hogy 3/4-60 szerda, és holnap 9 órát beszéltem meg a Hub Dynoval, hogy akkorra viszem. Kell még kábelezni az elektromos pillangót, ugye, illetve átnézni mindent, hogy jól sikerült-e összerakni a dolgokat. Szóval hosszú estének nézek elébe, remélhetőleg minden sikerül megcsinálnom, amit elterveztem. Igyekszem majd videózni, de itt a nagy kapkodásban, illetve nem kapkodásban, de itt a sietségben lehet, hogy nem lesz időm, lehetőségem mindent videózni, mit szeretnék, de igyekszem minél többet megörökíteni ebből a fantasztikus mókából. Nagyjából amiket csinálni kell, a cooler csövet is befejezni, de mivel ugye nem jöttek meg hozzá a cuccok, holnap jön meg hozzá minden végleges, ezért a Justiból veszek kölcsön egy pár dolgot, például a lefújó szerepet onnan fogom áttenni. Hogyha a coolerzés megvan, akkor utána a turbó olajzást, illetve a visszafolyó ágat kell megcsinálni. Az olajzásnak igazából csak összetekerni a olajcsöveket, és meg is van. A visszafolyót pedig még az olajteknőbe be kell fúrni, de ugye a pozíció az már most megvan, mert a helyén van a turbó. És ami még egy jó móka lesz, ugye ebből itt vágni kell, mert itt biztos, hogy nem fog elférni fitting, és akkor a levegőszűrőt valahol oda föl kell hozni. Gyertyák, trafók, injektorok a helyén vannak. Nagyjából ennyi, ugye a hajtás az már össze van rakva, a váltónak kell a bogdent, illetve a kuplungot bekötni még, de ez tulajdonképpen rutin munkaja, persze meg a kartergázlecsapatónak itt vannak, de ezt is csak be kell dugni, az is egyszerű. És hogyha ezekkel megvagyok, akkor szerintem vissza fogom tenni a lökhárítót, hogy azért mégse ilyen pucéran kerüljön trailerre, illetve a programozásra, de ezzel majd foglalkozok, hogyha megvan minden, amit elterveztem. Na, kezdjük így, ha már föl van emelve az autó. Ahogy sejtettem, semmi időm nem volt videózni. Most 0:50 van, és mostanra végeztem a dolgokkal. Reggel még vizet és olajat kell tenni bele, és akkor utána kompressziómérés, aztán jöhet az első indítás, illetve annak a
próbája. Szépen a helyére került igazából minden, amit elmondtam, illetve nem igaz, hogy szépen, mert most például a kipufogó az olyan, hogy az már a végleges helyén van, ott nem lesz már változás. A cooler viszont az igencsak ideiglenes, illetve a légszűrő is egy ideiglenes megoldás, hogy a kábelezést és az első indítást, illetve ha úgy van, akár a programozást is meg tudjuk csinálni. Elég sok finomítani való maradt még így a motortérben, azért ennél kultúráltabb, meg rendezettebb lesz, főleg a cooler csövezés, meg a kábeleket is majd szépen el kell vezetni. És hogy valami jó dolog is legyen így a nap végére, most, hogy összeállt tulajdonképpen minden, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen az autó belülről. Ugye, amióta nálunk van, nem hogy indítva nem volt, mert már motorhibásan került ide hozzánk, de gyújtásra se volt téve. Jaj. A Max-Eku se volt bekapcsolva, és semmi ilyesmi nem történt vele. Ezt le fogjuk cserélni, ezt a táblát. Na, hogyha talál fókuszt. Ehelyett valami más jön majd ide. Ó, életre is keltünk. Töltődik a kis tabletünk. Ha jól sejtem, ez kéne, hogy a gyújtás legyen. Az üzemanyagrendszerünk fel is töltötte magát. Nézzük, hogy a Max Eku az csatlakozik-e. Kíváncsi vagyok, a többi csatlakozó vagy kapcsoló mit csinál. Ez egy ventilátor. Jó kérdés, erre nem jöttünk rá, de ez a belső ventilátor bizony. Ez padlón megy mindig, és akkor na, diagnosztika. TPS szenzor error. Hát hiányzik neki lehet, de na, van olajhőfokunk. Csuda jó. Vízhőfok. Nagyon jó. Lambda. Valószínűleg az nem egy valós érték, de nyilván az indítás után változna. Nagyon szuper. Ha, világít a műszerfal. Indexelünk is, a lámpák nincsenek bekötve, szóval az furcsa lett volna, hogyha működik. Nagyon várom már, hogy az első indítás is megtörténjen, szóval megyek alszok egy kicsit, hogy holnap legyen hamar. Illetve, hogy reggel legyen hamar, mert már holnap van. Na, a mai nap se alakult más, hogy 9 óra 28 perc van, 9-re kellett volna a Hubdino-hoz érni, és most indultam el, illetve indultunk el Ákossal innen a telephelyről. Ami biztosan meg fog ma történni, az, hogy befejezi Dani, illetve a Hubdino-ba befejezik a kábelezést, és az első indítást szeretnénk megcsinálni, és akkor utána marad a járatás. A programozás az egyelőre úgy néz ki, hogy egy másik napra tolódik, mert ugye még kell olajat is cserélni benne, szóval valószínűleg erre most nem lesz idő. Hát kéne egy picit járatni a motor, tehát így van. Azért mielőtt megdinozzuk egy 250-300 lóerővel, de gondolom ez majd kivesképolva, mert titok, hogy erről lesz. De hogy titok, itt semmi se titok. Ja. Aki a check engine nézi, az megérdemli, hogy tudjon ilyen dolgokat. Ja. Itt vagyunk már a Hubdino-nál, és Dani csinálja a kábeleket. A gázpedálnak az egyik fele már el is készült, illetve most a boost controlt is már előkészítette, megvan a kábelezés. Szépen haladunk, ugye van még egy pár dolog, amit ki kell találni, itt egy kósza csatlakozó, aminek a helyét megkeressük, addig amíg várjuk Danit, mi is csinálunk valamit, ugye tettünk már turbótömítést rá, illetve előkészítettünk mindent, ami szükséges hozzá, raktunk már bele vizet, és most ideiglenesen egyelőre ide raktuk a olajnyomásmérőt, hogy a hengerfejből tudjuk így az első indítás előtt, hogy hogy állunk olajnyomással, és töltünk bele most olajat is, mert az nem árt, hogyha van benne, mikor indítjuk. Na és akkor most, hogy a kábelezés meg minden egyéb kész van, most átvette Emil a dolgok irányítását. Ugye a pillangó be lett kötve, de ezt még fel kell programozni.
és korábban főtengellyel adós volt ez a motor, most ezt átalakítottuk úgy, mint ahogy a Justin is van, ugye meg van vagdosva az eredeti, ez a forgattyús ház, és utána pedig nézünk egy indítást. Tökéletesen működik az autó, mindent megcsináltunk, amit szerettünk volna. Jár az autó, még egyszer lehűtjük, aztán még egyszer megmelegítjük az olajat, utána fogjuk lecserélni a mosós olajat. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi fog kijönni belőle. Most értünk vissza a Hub Dynótól, és minden nagyon szuperül, tök király, minden működik szépen, minden, amit szerettünk volna. Ezúttal is köszönjük szépen a srácoknak a segítséget már sokadik alkalommal, nagyon profin dolgoztak, ma is tök jól megoldottunk minden problémát, amivel szembe találkoztunk. Időközben megjöttek a cuccok a Race Shop-tól is, a maradék cooler és egyéb kiegészítők, amikre ugye várni kellett még, ami miatt a Justiból vettem kölcsön a dolgokat. Közben megmelegedett a hűtő. Szóval megjöttek ezek a cuccok, ezeket véglegesre fogom szerelni a coolerezést. Ugye ez a furcsa kígyó, ami most a pillangó szerepig megy, ez meg fog szűnni. Illetve megvolt a járatás is. Kétszer nagyjából egy órát járt az autó, fölmelegítettük az olajat is, aztán visszahűtöttük és megtettük ezt újra. Szóval a cooler csövezésen kívül még le fogom engedni az olajat. Annyi van, hogy a turbóolaj visszafolyója, az adapter, ami az olaj teknőre van téve, az egy picit folyik, szóval ezzel foglalkozni kell. Illetve a folytószelep háznál falsot szív, szóval azzal kell egy picit foglalkozni, ott a tömítést megnézni, illetve a talpat, folytószelep házat, hogy mi lehet a gond, de hogyha ezekkel megvagyunk, akkor igazából ezen kívül csak apróságok vannak, és hétfőn megyünk programozni a Hub Dynóhoz, aztán szerdán pedig azt hiszem az Euroringre megyünk, de a programozás is, illetve az Euroringes pályanap az a nagy csatornán lesz majd, itt tulajdonképpen a szerelés végéig lesz ez a videó. Azt hiszem, hogy ez viszonylag hosszúra sikerült, legalábbis nekem nagyon hosszúnak érződik, lehet, hogy csak így a hosszú napok miatt, de összességében szerintem sikeres nagyon. Indulunk a Hub Dynóhoz. Köszi, hogy itt voltatok ebben a részben. A következő videóban találkozunk, addig is vásároljatok a webshopban. Lassan jönnek új cuccok, érdemes lesz azokat megvárni. Illetve a Race Shopot is már mondtam, hogy ha onnan rendeltek, akkor a kuponkódot ne felejtsétek. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!